2020. februárjában publikáltuk a Városliget átlakítását bemutató dokumentumfilmünket. Ezt a 10 éves folyamatot szakértőkkel, ligetvédőkkel, építészekkel közösen néztük végig. Akkoriban még nem állt sem a Magyar Zeneháza, sem a májusban átadott Néprajzi Múzeum, sőt még a tervekben sem szerepelt a Városligeti hőlégballon. Most újra publikáljuk ezt a filmet, amelyben megpróbáltuk végigkövetni a szakmai és a pénzügyi transzparencia teljes hiányát, és hogy milyen döntések alapozták meg azt, ahogyan most kinéz a Városliget. A Magyar Zeneházát végül 2022. januárjában adták át az eredetileg tervezett 6 milliárdos összköltségvetés, a 2020-as módosításokkal együtt végül 23 milliárd 42 millió forintnál álltak meg. A jelentős növekedésre a magyarázat úgy szólt, olyan körülmények adottak, amelyeket a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre. Hogy a megvalósult épület végül is egyébként beteljesíti azt a funkcióját, miszerint harmóniát teremt az épített környezet és a természeti környezet között, vagy csak a természetközeliség illúzióját kínálja, azt mindenki döntse el a saját maga számára, csak úgy, mint azt, hogy alkalmas-e ez az épület a zenebefogadás intim élményének biztosítására, illetve hogy a megvalósult tárlat múzeum szakmailag valóban a legalkalmasabb arra, hogy a következő generációk számára felfedeztesse a különböző korok különböző zenéit. Egy biztos, az épület emblematikus üvegfalai már most jelentős veszélyt jelentenek a Városliget madár populációjára, és ezt az itt-ott található különböző jelző matricák hát úgy tűnik, hogy nem képesek érdemben orvosolni. A Néprajzi Múzeum megépülése eldöntötte a dilemmát, miszerint a Városligetnek a rekreációs közparki funkcióit kell megerősíteni, vagy épp ellenkezőleg a turisztikai fogyasztási szintérre történő átalakítását kell erősíteni. Ez utóbbi győzedelmeskedett. Megtévesztő az épület egészen, mert úgy tűnhet, mintha a földfelszín fölötti rész az mind a Néprajzi Múzeumhoz tartozna. Ez azonban nem igaz. A múzeum végül a földfelszín alatti részben helyezkedik el. Az épület egésze hosszban vetekszik a parlamentével, és ez azért problémás, mert gyakorlatilag szinte teljes egészében elzárja a 7. kerülettől, de legalábbis jelentősen megnehezíti a park közvetlen megközelíthetőségét. Eredetileg ilyen 14,7 milliárd forintra taksálták a költségeit, végül amikor 2022. májusában átadták, 39 milliárd forintnál állt meg a számla végösszege. És a ligetvédők megkurcoltatása sem ért véget. Komáromi Gyirász Gergelyt a választások után másfél hónapra előzetes letartóztatásba helyezték, majd végül júniusban 200 óra fizikai közmunkára ítélte őt a bíróság. Teljességgel elfogadhatatlan, teljességgel aránytalan és igazságtalan ez az ítélet, és különösen igazságtalan és aránytalan az, hogy Gergelynek másfél hónapig kellett, mint valami legutolsó bűnözőnek az előzetes letartóztatásban tartózkodnia. Legalább annyit meg kell tennünk, hogy kimondjuk, hogy ez tűrhetetlen, és nem hagyjuk, hogy azokat az embereket, akik pusztán csak meg akarták védni azt a kevés zöldet, ami még található a fővárosunkban, szóval hogy őket úgy kezeljék, mint a társadalomra a legveszélyesebb bűnözők bármelyikét. Bán Lászlót, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát még a film készítésekor kerestük interjú kérelmünkkel, akkor ezt elutasította, azóta azonban több csatornán is értekeztünk vele, egyébként még a Magyar Zeneházába is elhívott, mielőtt azt átadták volna és megmutatta azt. Azóta többször úgy nyilatkozott, hogy szívesen adna interjút a Partizánnak, úgyhogy reméljük a közeljövőben ez meg fog valósulni, és feltehetjük neki azokat a kérdéseinket, amelyeket ebben a filmben fogalmaztunk meg. Karácsony Gergely 2019. októberében történő megválasztása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy semmi nem fog megépülni a Városligetben, amit a budapestiek nem szeretnének. Emiatt joggal lehetett arra következtetni, hogy sem az Új Nemzeti Galéria, sem a Magyar Innovációháza, sőt a Városligeti Gyerekszínház épülete sem kerül megvalósításra. Ezek a munkálatok valóban leálltak, de csak ideiglenesen. Ugyanis 22. április 3-a után Orbán Viktor kijelentette, új helyzet állt elő, és az újabb fideszes kétharmaddal a Városliget összes beruházása az eredetileg eltervezett formájában fog majd megvalósulni. Persze ez is több értelmű mondat, hiszen vajon melyik verzióra gondolhat ő? Egy azonban biztos, jelenleg semmi akadálya nincs annak, hogy folytatódjanak a beruházások. A Városliget területe ugyanis továbbra is 99 éven keresztül a Városliget ZRT tulajdonába került át, illetve a Városligeti építési szabályzattal a Városliget egésze kikerült a hatályos jogszabályok java része alól. Így jelenleg kizárólag az infláció vagy a küszöbben álló gazdasági válság adhat valamilyen típusú biztosítékot arra, hogy nem folytatódnak a beruházások. Ez azonban csak ideiglenes védelem. Ne legyen kétségünk, a Városliget beépítése folytatódni fog, és hogy mi lesz a végső formája a legfontosabb közparkunknak Budapesten, nos, az egyedül a kormány jó indulatán múlik. Szerintem ez a címmondat, hogy a Városliget
a pihenés helyett a fogyasztás szintere lesz. A múzeumnegyed megépítése és az egész az előkészítéstől kezdve körülbelül mennyi pénzbe kerül majd? 14-től indulhat meg a finanszírozása az új európai uniós forrásokból. Uh-huh. Ez nemzeti eszközöket nem, vagy csak nagyon kevéssé fog igénybe venni. 2 vagy 3 múzeum épület, ez körülbelül egy 20-30 milliárdos nagyságrendű projektet jelent. 5 múzeumot, ami 80 milliárd körül kerülne. A turisztikai brand tud létrejönni, amely többletturizmus vonz, és nemzetgazdasági szinten vissza fogja fizetni a 150 milliárdot. Az állatkertet gyakran külön projektként futották, a kormány is többször döntött külön az állatkertnek a pénzeiről, ebben a 200 milliárdban minden benne van. Ez körülbelül egy 250 milliárdos költségvetés most, az állatkerti biodómot is beleértve, ami ugyan fővárosi beruházás, de természetesen része a Liget projektnek. Mivel ez egy fővárosi beruházás, Karácsony Gergő fennhatósága alá tartozik, aki azt mondta, hogy ezt a 20 milliárd forintot ők nem tudják előteremteni, abban az esetben, hogy ők nem fizetik ki ezt az összeget, akkor milyen opciók vannak? Mi történhet? Erre a kérdésre én nem tudok válaszolni. A Városliget az egy olyan pont a mi hazai kultúrtörténetünkben, amiben végre igazán tényleg valamiben elsők voltunk. Erről vita van, hogy csak Európában vagy az egész világon, de az biztos, hogy a Városliget egy olyan közpark, amit a város alakított ki a saját forrásaiból, tehát a saját pénzén, a saját városi polgársága számára. A térszerkezetet Nebin tervei alapján kialakították, a sétányrendszert szintén nem ilyen tervei alapján kialakították, és ami a legfontosabb, a növényeket is az általa nagyon gondosan összeválogatott facsoportokat, cserjecsoportokat is elültették. Gyakorlatilag az 1830-as évek közepére ez a park kiépítés befejeződött, sikeresen befejeződött. 2009 őszén bukkant fel először ez a gondolat. Mégpedig Tarlós István fogalmazta meg, még a választások előtt, és azt mondta, hogy szeretnének egy új múzeumi negyedet. A múzeumi negyed megvalósítása, ha hiszik, ha nem, de könnyű utána nézni, eredetileg az én 2010-es programomban szerepel, tehát az ötlet gazda az politikusi szinten én voltam a múzeumi negyed megalapítása, megvalósítására. Na most én eredetileg a nyugati pályaudvar mögé képzeltem el ezt a múzeumi negyedet. Szívem szerint én ma is oda képzelném. Aztán ez viszonylag gyorsan eltűnt ez a gondolat, és akkor jött Szőcs Gézának az ötlete, egy Andrássy negyed kialakításával, erre tett rá Bán László, amikor azt mondta, hogy nem, a Városligetben kellene ezt a múzeumi negyedet létrehozni. Itt a Műcsarnok és az Ajtósi Dürer sor közötti az 56-osok terén több tízezer négyzetméter jelenleg egy kihasználatlan parkoló. Oda épülne 2 vagy 3 múzeum épület, és ez egy valóban egy új vonzerőt jelenthetne Budapest és az ország számára, és turisztikai szempontból is. Ez körülbelül egy 20-30 milliárdos nagyságrendű projektet jelent. A Néprajzi Múzeumot költöztették volna át, emellett a Nemzeti Galériának az elköltözése volt a magja ennek a gondolatnak, illetve olyan múzeumok kapnának helyet még itt, amelyeknek jelenleg nincs helyük, vagy nem jó helyük van a kulturpolitikusok szerint. Az egyik ilyen múzeum lett volna a Fotómúzeum, illetve az Építészeti Múzeum, sőt, valamilyen módon az Új Nemzeti Galéria egyik csatolmánya lett volna a Ludwig Múzeum is. Van még egy terv, amelyik a Liget projekthez tartozik, de nem múzeum, ez pedig a Zeneháza, vagy Magyar Zeneháza. Karácsony előtti vasárnap, aranyvasárnapon Papcsák úr beterjesztett egy törvényjavaslatot, hétfőn napira emelték, kedden megtárgyalták, szerdán megszavazták. Tehát ez egy szó se volt, se társadalmi vita, még parlamenti vitáról sem igazán, mert ezt nem lehet még a bizottságokban sem megtárgyalni ennyire rövid idő alatt. Itt úgy kezdődött, hogy 2013. decemberében elfogadta az országgyűlés a Liget törvényt. Ebben olyan lényeges dolgokról rendelkezett,
Városliget ZRT 99 éves kezelésébe adja ezt a területet. Kimondta rá, hogy ezzel a Városliget ZRT úgy rendelkezhet, mint a sajátjával. Ez nem választási alternatíva a törvényeket tudomásul venni, hanem az egy parancsoló kényszer, és a Városliget ilyen módon került az államhoz, nem pedig mi kínálgattuk. Törvény erejénél fogva vették el. Tessék ezt tudomásul venni. Kimondta azt, hogy a Városligetben nem kell betartani azokat az építésügyi szabályokat, amit bárhol máshol az országban. A Liget törvény mellett a kormány elfogadott egy kormányrendeletet, amivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította ezt a Liget projektet az összes beruházásával együtt, és ez önmagában különleges státuszt biztosít a közigazgatási eljárásokban. Hát a Liget kapcsán először is azt néztük, hogy egyszerűen a lakosok nem tudják, hogy milyen veszély fenyegeti a Ligetet, és kezdtünk csinálni egy újságot, kezdtünk csinálni demonstrációkat, volt ez a Fogadj örökbe egy fát demonstráció, és utána elkezdtük az aláírás gyűjtést, ahol tiltakoztunk a Liget beépítése ellen, a zöld terület csökkenése ellen, és 20 000 aláírás gyűjtöttünk össze abban az időszakban, amikor még semmifajta építkezés nem volt, tehát a lakosok nem igazán tudták, hogy mi fog történni. Én mindig is azt gondoltam, hogy az emberek döntsenek a életüket alapvetően meghatározó eseményekről, vagy projektekről, ez egy jó dolog nyilván a népszavazás, és megpróbáltam ezen gondolkodni, hogy mit lehetne itt kezdeni, és beadtam több kérdést a Fővárosi Választási Bizottsághoz. Országgyűlés által elfogadott törvénynek megvan a célja, az teljesen egyértelműen le van írva abban a törvényben. Annak ellentmondóan nagy valószínűség, vagy kúria legalábbis megállapította, nem csak itt, hanem már hivatkozott két-három ilyen kúriai állásfoglalásra, hogy nem lehet annak ellentmondóan népszavazási kérdést elfogadni. És akkor itt tulajdonképpen befejeződött a dolog. Ez egy nagyon-nagyon komplex múzeumi negyed lett volna, ami aztán, hát ez a terv aztán Gellert kapott több ponton is. Az első talán a fotomúzeumnak a lepattogzása volt, és aztán valahogy, ahogy ez mindig lenni szokott, tapasztalat szerint az építészeti múzeum is kikerült ebből a körből. Lehet, hogy még előtte a Ludwig Múzeum közölte, hogy ők nem szeretnének oda költözni. És a tervek, ugye ezek lebomlottak, tehát hogy ezek a múzeumok, egy pár múzeum kikerült a tervből, és közben valahogy belekeveredett a közlekedési múzeum is ebbe a tervezetbe. Aztán kiderült, hogy a közlekedési nem férne el benne, és akkor a Magyar Innováció Háza projektet akarták ebben elhelyezni. Ott tartunk, hogy ugye az önkormányzati választások után az Új Nemzeti Galériának a projektje leáll, illetve a Városligetben, illetve hogy a Magyar Innováció Háza projekt sem épül tovább. Tehát, hogy jelenleg ott tartunk, hogy a Néprajzi Múzeum az egyetlen a múzeumi projektek közül, ami megvalósulna ebből a nagy múzeumi negyed elképzelésből. Bán László korai nyilatkozataiban az építészeti és a fotográfiai múzeumok fontos, meghatározó elemei lettek volna a múzeumi negyednek. És bizony ennek a múzeumi negyednek az egyik égköve, az pontosan a fotográfiai múzeum lesz. A tervezett múzeumok egyik napról a másikra, indoklás nélkül kerültek ki a tervből. Valójában az egész sose volt egy konzisztens rendszer. Tehát ugye a különböző ötleteket próbáltak meg különböző címszavakkal összefogni, de igazából szómágiáról van szó. Azt pedig, hogy tulajdonképpen mit szabad a Városliget beépíteni, mit és mekkorát, és pontosan hova, az pedig egy fővárosi rendelet határozza meg, ez az a bizonyos Városligeti építési szabályzat. Ez is többször változott az évek során, mindig egy kicsit hozzászabták az építtető, a beruházó, a megrendelő a Városliget ZRT igényeihez. Tehát egy picit ez is fordítva történt, mint ahogy egy működőképes rendszerben történnie kéne. Előbb van a szabályozás, aztán tervezünk. Itt előbb tervezünk, és utána ahhoz igazítjuk a fővárosi szabályozást. Tulajdonképpen az emberek az az érzése, hogy nem volt szakmailag előkészítve még ez sem.
szerintem erre kellett volna egy nagy rendezési tervet csinálni. Most a Néprajzi Múzeum sem az eredeti terv szerint készült, hanem egy újabb pályázatot kértek, tehát az embernek az az érzése, hogy adhok, pillanattól pillanatra valaki mást gondol, és akkor mindig az szerint gellert kap a gondolkodás, és egy ilyen helyzet, ez sokkal-sokkal komolyabb, mint hogy, hogy ezt így lehetne kezelni. A projekt során nem volt kettő olyan egymás követő év, amelynek során ne változott volna meg alapvetően a tervezett épületek száma, funkciója, elhelyezkedése és költsége. Az alábbi térképen jól nyomon követhető, hogy 2013-14 környékén miről szóltak a tervek, és ehhez képes jelenleg mi sejthető abból, hogy hogyan is fog kinézni a liget. Bán László és a Városliget ZRT szándékai szerint. A környezeti pusztítás a ligetben rendkívül kiterjedt. Ahogy azt a ligetvédő gyűjtése nyomán megismerhettük, a parkban korábban összefüggő zöld területeket számoltak fel az építkezések, ami utólag is igazolja a beruházásokkal kapcsolatos korábbi félelmeket. Az egykori felvonulási téren látható építkezés során pedig a legelemibb építési szabályzatokra is fittyet hányva hordták a betont, valamint bonyolították a munkálatokat, amivel építkezési területté silányult a közpark jelentős hányada. Most már többedik éve megfosztva a krónikusan zöld terület hiányos Budapest belső kerületeinek lakóit a park szabad használatától. Én nagyon sok érvet befogadtunk és megfontoltunk. Azonban vannak olyan évek, amik nem megfontoltak. Tipikusan ilyen volt a tegnapi döntés, amely arra épült, hogy csökken a zöld felület, és ezért nem szabad ezt meg azt csinálni. Hát nem csökken a zöld felület, de nem lehet mit megfontolni. Városligetből megmaradt parkrészek, azok tulajdonképpen az épületek hátsó kertjei. Ahelyett, hogy a parknak ez az egységes szerkezete meg lenne. Amit egyébként valaki úgy fogalmazott meg nagyon jól, és ez nekem nagyon tetszett, amikor megnézte ezeket a terveket, és mindenhol volt valami szép kertrészlet, látványterveken, akkor azt mondta, hogy ez nagyon szép, és a park az hol lesz? Nagyon kevés a park Budapesten. Ebből a legértékesebbnek számítható Városligetet megsarcolni, az felháborító cselekedet, és nincs is elfogadható magyarázat rá. Ha senki nem megy oda, ha nincs kihasználva a park, akkor is egy érték. Mert például oxigént termel, a széndioxidot megköti, a port megköti, párologtat, és ezzel legalább 150-200 méterig egy hűtőhatással van, segít abban, hogy hőszigetek vagy a túlmelegedés kevésbé terhelje a városlakókat. Akárhol az országban egy közparkot csak 3%-ig lehet beépíteni, addig a Városligetbe ezt megemelték 7%-ig. Tehát több mint duplájára. A költségek alakulásának folyamatát azért is nehéz követni, mert a Városliget ZRT honlapján jelenleg sincs részletes leírás arról, mire mennyit költött eddig a cég, illetve mire mennyit tervez még elkölteni. Ahogy még a fideszes állami számvevőszék 2019 márciusi jelentése is elismerte, a Városliget ingatlan fejlesztő ZRT az adatszolgáltatási feladatokat nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el. Az átláthatóság tekintetében az ÁSZ vizsgálat lezárulta óta sem változott érdemben a helyzet. Ugye fönn van a honlapján az ERT-nek az összes szerződés, vagy reményeink szerint az összes szerződés, és akkor abból úgy össze lehet adogatni, de én így hivatalos nyilatkozatot arról, hogy ennyi az annyi, és ez lesz a vége, és ennyi lesz a fenntartás, tehát ilyenről nem hallottam soha. A zeneháza költsége több, mint megháromszorozódott, így jelenleg 19,2 milliárdnál tart. A Néprajzi 2014-ben, bár még más tervekkel szerepelt, de fele akkora költséggel, mint amit 2019-ig beterveztek, vagy már el is költöttek. Az igazi álmokfutás azonban a Biodommal következett be. A 15 milliárdos kezdeti becsléshez képest mostanra 43,7 milliárd lett előirányozva és vagy elköltve rá, de mint tudjuk, ez is kevés. További 20 milliárd forint kell a befejezéséhez, amit majd a még mindig nem tudható fenntartási és üzemeltetési költségek fognak tovább terhelni. Hogy mindezt kinek kellene előteremtenie, nem tudni. Összességében tehát a 2011-es 20-30 milliárdról hamar felkúszott az összeg 60-120-141-157-230, illetve Bán László legutolsó nyilvános közlése alapján már 250 milliárdra. A beruházás ugyanakkor még ennél is több pénzt emészthet fel.
Legalábbis Gyorgyevics Benedek vezérigazgató közlése szerint 1 milliárd euró, vagyis több, mint 330 milliárd lehet majd a végleges költség. Az állatkertet gyakran külön projektként futották, a kormány is többször döntött külön az állatkertnek a pénzeiről, ebben a 200 milliárdban minden benne van. Ez körülbelül egy 250 milliárdos költségvetés most az állatkerti biodómot is beleértve, ami ugyan fővárosi beruházás, de természetesen része a Liget projektnek. A költségek tervezésénél és a költséghatárok betartatásánál katasztrofálisabb teljesítményt már csak az átadási határidők esetében mutattak fel a projekt gazdái. És a végén, amikor el fog készülni, 18 és 19-ben, meg két ünnepben készül el, mindenki büszke lesz rá, minden Liget használó. 18-es és 19-es épület elkészülési határidőket. És ez reálisnak látja? Igen, továbbra is reálisak. Tehát a 2019-es év már arról fog szólni, hogy a szerkezet elkészült. 19-20-ra elkészül. Ehhez képest ma még az építkezések végét sem lehet látni, nemhogy a használatba vétel lehetséges időpontját. Jelenleg senki nem mer megszólalni a felelősök közül az átadással kapcsolatban, de a Liget Budapest honlapja már szemérmesen bevallja, legkorábban 2023-ban lesz visszaszolgáltatva a parkhasználók számára a Liget, pontosabban, ami addigra még megmarad belőle. Van ez a szokása az ingatlanfejlesztő ZRT-nek, hogy egy csomó olyan kisebb projektet 300 millió forintos költséghatáron áraz be, hát azért, mert ugye 300 millió alatt nem kell nyilvánossá tenni a pályázást, nem nyilvános a közbeszerzés, hanem meghívásos alapon történik, és jobban lehet befolyásolni, hogy ki nyeri el ezeket az üzleteket. Ez egy teljesen transzparens projekt, 4 éve, pontosan 4 éve kezdtük el, asztalomban minden ténye, nyugodtan vitatható, és vitatkozhatunk róla. Tényleg azt gondolom, hogy ennél a szó átvitt és konkrét értelmében transzparencia beruházás nincs. Nem tudok példát, ahol ennél kevésbé lenne transzparens az előkészítés, mint Magyarországon. Tehát, hogy Európában mindenütt kikényszerítik azért a nyilvánosság előtti megjelenést, tehát, hogy az valamilyen módon le kell rakni egy koncepciót. Nincs az a tanulmány, amit kézbe tudnék venni, és azt mondanám, hogy na, ezt publikálták, ez lenne az a terv, vagy egy hatalmas kis eszé, vagy nem tudom micsoda, bármilyen formában, ami leírva tartalmazná azt, ezt és ezt szeretnénk ezért és ezért. Tehát, hogy európai demokratikus értelemben ez egy botrány, hogy ez nem történt meg. A biodóm helyzete, bár erős a verseny, de talán a legelképesztőbb. Az üzemeltetéssel kapcsolatban nincs semmilyen számítás. Csak a bérköltségeket 1 milliárdra taksálják, a létesítmény energia szükséglete pedig akár egy közepes budapesti kerület teljes energia igényével vetekedhet. Én nem bántam ezt az egész dolgot. A véleményem akkor változott meg, amikor megépült ez a borzalom, ez a nejlon zacskó tömeg, amelyik háromszor akkora, mint amekkorát én valaha gondoltam a tervek alapján. UNESCO védettségű puffer területre, tehát szerintem nem szabad ilyen szintű dolgokat lerakni. És hát a legnagyobb baj ezzel az egésszel, hogy a fenntartási költségekről semmit nem tudunk, nincsenek konkrét számítások, nincsenek olyan kalkulációk, hogy mibe fog ez kerülni havonta a fenntartási költség, ami már csak a budapesti vezetés szempontjából is nagyon-nagyon-nagyon kockázatos. Most ennek a tisztítása, a karbantartása, maga az, hogy ezek a légköri viszonyok előálljanak, az egy olyan művi dolog, tehát egy örökös energia felhasználás az, hogy valaki oda menjen és meglásson egy nem tudom, egy orchideát természetes környezetébe. Most én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben ez az ország van, ez nem illik. Családbarát környezet, egyedülálló élmény, a 21. századi kikapcsolódást nyújtó közösségi tér készül, ilyen lesz a Pannon Park, amely egyszer mind az élet és az élővilág fontosságára tanít bennünket. Ugye azt is tudni kell, hogy ennek a hatalmas épületnek, a biodómnak összesen 20 év a tervezett élettartama. Tehát jövedelmezővé soha nem fog válni, de nagyon nem mindegy, hogy az üzemeltetésre mennyit költünk, és milyen funkció lesz ebben.
A korábban ismertetett impozáns látványterveken túl az egyes épületek konkrét építészeti tervei a nyilvánosság számára továbbra sem ismerhetőek. Ennek ellenére a megvalósulás szakaszába lépett épületek jelenlegi állapota már pontosan jelzi előre, hogy mire készülhetünk. A látványtervekkel ellentétben a Néprajzi Múzeum épülete a korábban a Dózsa-György út felől szabadon megközelíthető Városligetet jelentős mértékben lezárja. A park szabad megközelítését súlyosan korlátozza. A Zeneháza korábban megismert diszkrét légiessége is csak a terveken érvényesül. A hatalmas betonteknőben nyújtózkodó szerkezetek alapján a megvalósult lepény egy jóval masszívabb, a környezetén uralkodó épületként jelenik majd meg a parkhasználók előtt. Az épület rendeltetését és üzemeltetési koncepcióját továbbra is jótékony homály fedi, de az extravagáns üvegfalakról szóló hírek nem sok jóval kecsegtetnek a fenntartás várható költségeinek tekintetében. Itt parkban nem élő, a park látképét eluraló épületek kerülnek a ligetbe. Jól látszik, hogy ezeknek az épületeknek a tervezésénél nem volt szempont az, hogy ez egy közpark. Milyen múzeum az, amiben mindössze az egész épületnek a hasznos színterülete 35 ezer négyzetméter, és ebből összesen 7000 négyzetméter az alaksorban fogja szolgálni a néprajzi gyűjtemény elemeinek kiállítását. Maga a múzeumi funkció, raktározás, kutatás, restauráció, az a Szabolcs utcai épületekben lesz. A Közép-Európában egyedülálló barna mezős beruházás keretében összesen csak nem 30 ezer négyzetméteren világszínvonalú műtárgyraktárak és restaurátor műhelyek jönnek létre. Viszont ezekben a kiállított terekben egyes nagy tárgyai, a bödönhajó, meg mit tudom én mik, amik ilyen nagyobb kiállítási tárgyai néprajzi múzeum gyűjteményének, azok viszont nem férnek bele érdekes módon. A föld feletti része az pedig ott irodák, rendezvényterek, illetve a földszinten egy ilyen kis városléti pláza-szerű ilyen étkezdék, meg shopok, meg ilyesmiknek a hálózata fogott majd megvalósulni. Hihetetlen méretű, közkeletű hasonlat szerint a budapesti parlamenttel azonos hosszúságú épületről van szó, ami hermetikusan elzárja a ligettől a Dózsa-György út túlsó oldalát, egyszer s mind a hetedik kerületet is. Hatodik, hetedik kerület blokkolva. Na most azt gondolom, hogy ez a Néprajzi Múzeum ebben a formájában, ez nem egy múzeumi identitás, ha én erre ránézek, nekem nem jut eszembe, hogy ez egy múzeum. Az jut eszembe, hogy ez egy nagyon érdekes formáció, amiben valami történik. Most én azt gondolom, hogy egy épület a saját tartalmát kell, hogy sugározza kifelé. És ez most számomra idegen. Hiába van rajta a zöld, és hiába mondják, hogy a zöld terület ennyivel több vagy. Ezek a számok, ezek nem érdekesek. Azt gondolom, hogy nem szaladok a jövőkutatás ingoványos területére, amikor azt mondom, hogy azért ez egy kétségtelenül népszerű közösségi tér lesz, mert hogy ez teljesen szabadon és ingyen bejárható lesz ennek a teteje. Ugye mindig úgy mutatják be ezeket a zöldtetőket, mintha a zöldtetőn le lehetne heverni. Hát ez ennek a felesége igaz. A zöldtető az ilyen speciális puha ültetőközeggel van kialakítva, mert nem lehet oda rámenni, ott nem lehet focizni, oda nem lehet egy plédet leteríteni, az egy dísz. A Zeneháza, amit egy ilyen kis légies pavilonnak adtak el úgy alapból, tehát ez volt, hogy ez egy ilyen átjárható, átjárja így a park. Ez kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy akkora épület, mint a Vajdahunyadvárat. Hogy a parkhoz nincs köze, azt mindenki látja, aki arra jár. Hát minek? Ott a Washington szobor mögé fölépíteni egy bazi méretű házat, hát minek? Zeneháza? A zene intim műfaj. Hogy lehet csupa üvegfalak közé zárni a zenét? Hogy lehet olyan helyzetbe hozni a zene művelőit és élvezőit, hogy hivalkodóan nyitott térbe kényszerítjük őket? Hogy ezek a koncertek hogy fognak működni, ez is egy ilyen nagy kérdés, hogy most valahogy olyasmi megoldásról hallottam, hogy van ez a nagy üvegfal, de majd az üvegfalon belül ilyen mobil falakkal le fognak választani koncerttermeket, és akkor azon belül lesz a koncert. Ez viszont ennek a átlátható üvegfalnak az egész
alapkoncepcióját dönti meg. Tehát, hogy a funkció meg a forma valahogy sehogy nem egyezik. Hát... Legyártották az első ilyen üvegeket, és valamiért kiderült, hogy az nagyon nem stimmel. Újra kellett tervezni a szerkezeti elemeket, és új üveget gyártanak, és ez további 2 milliárd forinttal emeli a költségeket, tehát 19 fölött tart. Borzasztó drága, mert a Liget mocsarába épül, tehát cölöpökön fognak állni ezek a házak, tehát sokszor annyiba kerül egy ilyen épület, mint hogyha olyan helyre építették volna, ahol például stabil talaj van. Megközművesített a telek, a Liget nincs közművesítve, most közművesítik, százával pusztulnak a fák a közműfektetés miatt. Tehát szerintem most már nincs olyan, tudom én, 50 négyzetméteres terület, ahol ne lenne egy-két közmű a talajban. Ez a Liget projektnek a legnagyobb bűne, ha lehet ezt mondani, nem is annyira az épületek. Geotermikus talajszondákat telepítenek, az egész napozórét, illetve a napozulét fele alá, azt hiszem 120 ilyen talajszondát telepítenek, geotermikus energiából fűtik majd a Zeneházát, mert hogy ez az új előírás, megújuló energiával kell megoldani az ellátását, és ezt akkor most a nagyrét aláaknázásával oldják meg. Pedig ott van a Széchenyi fürdőnek a víze, azzal is lehetett volna fűteni, ott van már a távhő vezeték, azzal is lehetett volna fűteni, de emiatt az előírás miatt most egy új beruházásra is megnyílt a lehetőség. A legnagyobb rejtély továbbra is ez. Miként lehetséges, hogy folyamatosan kevesebb és kevesebb épület kerül egyre többe és többe? Hogyan lehetséges, hogy kevesebb, mint egy évtized alatt a költségek az eredeti összegnek több, mint a 10-szeresére duzzadnak, és ennek nincs semmilyen következménye. Hogy miért szállhatott így el? Hát ennek én alapvetően 3 okát gondolom, mint régen a szocializmusban a puha költségvetési korlát. Kedves barátom mondani szokta, hogy a költségnek az a dolga, hogy felmerüljön, és így aztán felismerül, és nincs olyan határ, amire azt mondja valaki, hogy állj. A másik azért alapvetően tényleg az az, hogy az építőipar egy hatalmas boomban van most, az utóbbi 3 év az építőiparról szól, és így aztán a munkaerőára, az anyagárak, minden ment fölfelé, és a másik meg szintén makrogazdasági kérdés, hogy nem törődnek a forint gyengülésével, és ennek igen jelentős import tartalma van ennek a beruházásnak. Nem organikusan drágul, nem csak azért drágul, mert zuhanó repülésben van a forint, hanem azért van, mert nem volt terv, ötletelés van, egyre merészebb, ezt is megtehetjük, azt is megtehetjük, akkor meg is tesszük, és 2 év múlva a fővárosi önkormányzat nagyot fog csodálkozni, ha nem megy elébe egy ilyen mindenki terjedő vizsgálattal. És ez nagyon nagy mértékben Bán Lászlónak lesz köszönhető, mert ő az a konok ember, aki semmiből nem tanulva, semmit figyelembe nem véve abból, amit Marosi Ernő akadémikus, Schneller István, Jámbor Imre, egyetemi tanárok, Rádai Mihály, közkeletű, közismert budapesti városvédő, több építészmérnök, 20 ezer aláírással tanúbizonyságot tevő lakos, és még sorolhatnám, hogy ki, hangsúlyoz és próbál vitatni az ő koncepcióját. Nem hajlandó erről lemondani. Tehát a Liget ügyében, amiket ő mond, az konstans, évek óta tartó félrevezetés, és az ellenvélemények tudatos negligálása, meg sem fontolása. Szerintem Persányi is ebbe a hibába esett, hogy fogalma sincs, hogy mi az az üzleti modell, amiben neki gondolkodnia kéne. Ez a meglátásom, hogy ezért mondhat olyat, hogy neki csak 2 dolgot nem tud, hogy mennyi lesz a kiadása, és mennyi a bevétele, szóval, hogy kész. Ez a felelős gazdálkodónak a mintaképe az én szememben. De ha Persányi
mert nagyot álmodni, és azt hitte, hogyha mindenki merhet nagyot álmodni, hiszen stadionok, meg Duna arénák, meg mindenek épültek ilyen nagy álmok, azt gondolta, hogy neki is szabad, joggal gondolta azt, hiszen a fővárosi közgyűlés képviselőtestülete mind a három előterjesztését három évben egymás után megszavazta. Tehát most ezek a képviselők nem szeretném, hogyha hátradőlnének, és azt gondolnák, hogy nekik ezzel semmi tennivalójuk nem lenne. Meg a két embernek emberi, vesző, kultúremberi felelőssége van. Abban, hogy egy parkot tönkretesznek, saját konok mániájuk követése közben. A szakmaiság valamennyire működjön mindenféle politikai döntés előtt. És ez nagyon fontos, és ez egy ilyen döntésnél is, ami a Liget mostani állapotának a kezelését jelenti. Ez is egy őrült fontos dolog. A Városligetnek a jogi státusza jelen pillanatban az építési telek. És parknak nevezik a Bán László félék és a Györgyevics félék az épületek között kialakítandó kertecskéket. A Liget projekt élén adatsorok és absztrakt mutatók bűveletében élő, ingatlanfejlesztői tapasztalattal és látásmóddal rendelkező technokraták állnak. Láthatóan képtelenek megérteni, hogy egy park lényege nem a fák száma és a gyepfelület számszerű kiterjedése, hanem egy városi egységként szünetet képezzen a sok esetben folytogató betondzsungel ritmusában. A Városligetnek is ilyen, jó értelembe vett hiánynak, mindenféle előre meghatározott programtól mentes, mindenki számára hozzáférhető oázisnak kellene lennie. A fejlesztés kapcsán sokat emlegetett élményt önmagában a terek, Ligetek zavartalan tapasztalata és látványa, illetve a tér szabad értelmezése és használata jelenti. Ez nem egyeztethető össze a tervezett hatalmas, bonyolult logisztikájú középületek működésével. Bármit is sugalmazzanak az ügyes látványtervek és a hazug retorika, itt nem finom beavatkozásokról és könnyed pavilonokról, a Liget minőségi megújításáról van szó. Ha a jelenlegi tervek megvalósulnak, Európa egyik első közparkja, panelházmagasságú, feltűnösködő, presztízs épületek tömegeket mozgató előkertjévé silányul. Azt látom, hogy aprózódik el ez a dolog, szabdalódik föl a Városliget funkciók mentén. Ahogy kezdtek kikopni a múzeumok, egyre nagyobb szerepet kezdtek el kapni ezek a különböző kioszkok, éttermek, kávézók és egyebek. Úgyhogy hát egy sokkal inkább egy vigalmi negyednek a képét mutatja már. El is mondták, hogy itt ilyen turista attrakció lesz belőle, ami a lényeg, hogy szerintem a budapestiek messze nem fogják tudni úgy használni, ahogy egy normális felújított közparkot tudnának használni. A park nem mutatványok együttese. A park nem éttermek, játszóterek, múzeumok, galériák és kutyafuttatók együttese. Nem a beleépített facilitások folytán nyeri el értelmét. Ezért kell a Liget berakni. Ugye sehol máshogy 5 múzeumot, ami 80 milliárd körül kerülne, nem, hogy 80 milliárd nincs múzeumra, 8 milliárd sincs most múzeumra ebben a helyzetben. Olyan projektet kellett kitalálni, ami képes lesz nem idehazúról, ma az nem jelenten többletet, tehát külföldről, tehát nemzetközi turizmus többletforgalmat vonzani. Én úgy látom, hogy ugye ez mindig is a turizmusról szólt, ez a projekt. Az, hogy a 250 milliárdból 15 milliárd van dedikálva a parkfelújításra, ez nagyon beszédes arra nézve, hogy itt borzasztóan nem a parkfelújításról szól ez a dolog, és hogy ami ennek a projektnek a fő célja, az valóban a konzumálás. Ami az ország és az állam és a mi pénzünkből már megépült, azt ne bontsuk le. Lehet, hogy hiba volt oda tenni, de azt hasznosítsuk. Értelmesen és jól. Csak pénzkérdés. Mindent lehet, az anyaföldet vissza lehet vinni. Valószínűleg a mélygarázs talán hülyeség lenne, mert aki a Városligetbe érkezik, annak írtó jó lenne, ha nem kéne a felszínen parkolni. Tehát ezt ebben az állapotban nagyon alaposan meg kéne vizsgálni. Meg kell nézni, hogy mit lehet kezdeni azzal, ami a föld alatt. Lehet-e valamit kezdeni? Ha nem lehet vele kezdeni, meg kell nézni, hogy mennyi eltávolítani. Most ezen a szinten befagyasztani a Néprajzi Múzeumot, jó kérdés, mit csinálni belőle. De van benne gyakorlatunk, ott van a gödör.
azonnal mindent le kell állítani, ezt egy módon lehet, hogyha felfüggeszti, illetve hatályon kívül helyezi a fővárosa vele kötött ingatlanfejlesztő vagyonkezelési szerződését, és azt mondja, hogy változtatási tilalmat rendelek el addig, amíg a vizsgálatot le nem folytattam. A Liget ZRT-től nem lehet visszavenni a Ligetet csak törvénnyel, de a kivitelezéseket azt gondolom, hogy lehet lassítani. Nem kell jogtalan eszközökhöz nyúlni, de azokat a közlekedési, környezetvédelmi, zajvédelmi előírásokat, ne beszéljünk itt az aszbesztről, amiknek csak a meglévő jogszabályok betartatásával mennyire lehetne lassítani. Tehát azt gondolom, hogyha itt egy nagyon komoly politikai kiállás nem történik meg, akkor minden meg fog épülni, legalábbis amit elkezdtek. Holott az ígéret az nem ez volt. Budapestnek van hosszú távú stratégiája, a Budapest 2030, ami három olyan kritériumot sorolt föl, hogy minek mentén kell a fejlesztéseket megcsinálni, a zöld területeket védeni, óvni kell, a kulturális beruházásokat szét kell teríteni a városban, hogy a turista ne egy helyre csoportosuljon, és barna mezős beruházásokat kell csinálni, azért, hogy azokat újra visszaintegrálja a város szövetébe. Na, a Liget projekt csak ennek a három elvnek mond ellent. És ez 2013-ban a fővárosi közgyűlés konszenzussal, tarlós alatt, konszenzussal fogadta el a Budapest 2030 tervet. Huszonnyolc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fővárosi közgyűlés megszavazta a határozati javaslatokat. Na ez az, ami engem igazán felháborít. A parkhasználati felmérés ugye egyértelműen kimutatta, hogy az ide látogatóknak a túlnyomó, a kétharmada az egyértelműen a természet közeli élményért, az idős fákért, a jó levegőért jár ebbe a parkba, és nem pedig az intézményekért. Miért nem az volt a fontos, hogy tényleg azt a büszkeséget lehetett volna a kormányfő pitykére rakni, hogy itt egy olyan dolog volt a 19. században, ami nem volt Európában sehol, de nálunk volt. Itt volt valami olyan nagyon értékes polgári tett, amire büszkéknek kéne lennünk. Egy fel nem ismert érték rossz kezelésének érzem, hiszen a Városligetben maga a park az élmény. Ebbe szükségtelen plusz szolgáltatásokat, plusz vásárolható élményeket belegyömöszölni, hiszen ennek a területnek az a funkciója, hogy közpark legyen, és 200 éve ez a funkciója.